könnyebbség a családoknak. 28 férőhelyes, két csoport szobás bölcsőde alapkövét tették le Bökönyben. Felújított szolgálati lakások, Tisza Eszlár ezzel is igyekszik támogatni a pályakezdő fiatalokat. A jó szemű Hozé, Nyíregyházán is bemutatták a Real Madrid utánpótlás edzőjéről Tóth Zele Józsefről szóló portréfilmet. Huszonnyolc férőhelyes, két csoportszobás bölcsőde alapkövét tették le Bökönyben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az új intézmény 402 millió forint visszanemtérítendő pályázati forrásból valósulhat meg, hangzott el a rendezvényen. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte, az intézmény könnyebbséget jelent majd a családoknak, és új munkahelyeket is teremt a településen. Ez a kislány egyike lehet azoknak a kicsiknek, akik pár hónap múlva bölcsődébe járhatnak majd Bökönyben. Az épületben 28 gyerekről gondoskodnak majd, és a beruházás 5 új munkahelyet is teremt a településen. Köszöntőjében Pap Csaba alpolgármester elmondta, az intézmény óriási lépést jelent majd a község életében. Az ünnepségen Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, az a település, amely bölcsödét épít, hisz a jövőben, és ez nem csak a családokra, hanem a nemzetre is igaz. Egy bölcsöde beruházás, a bökönyi bölcsöde beruházás az mindig építkezésről, mindig az életről és mindig az élni akarásról szól, és abban segít, hogy a bökönyi közösségnek innentől kezdve, ha van egy bölcsödéje, akkor könnyebb a családoknak a gyermekvállalás, a gyermek melletti munkába állás, munkahelyeket fog teremteni Bökönyben, és végső soron minden bölcsöde pedig ahhoz tud hozzájárulni, hogy a vidék megtartó ereje, a település megtartó ereje az még jobb legyen, még magasabb, még szilárdabb legyen. Az államtitkár kiemelte, hazánkban ma 65 ezer bölcsődei férőhely van, 2010-ben ez a szám mindössze 32,5 ezer volt. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője beszédében elmondta, a választókerületben az elmúlt 10 évben 20 bölcsöde épült, illetve újult meg Európai Uniós és hazai forrásból. Ennek köszönhetően 21. századi színvonalú oktatási intézményekben nevelkedhetnek a gyermekek. Ez egy új intézmény, amely a kisgyerekes családoknak fog nagy segítséget nyújtani, mert hogy akik szülés után az édesanyák szeretnének egy bizonyos idő után dolgozni menni, akkor a gyereket el fogják tudni itt helyezni, biztos és jó kezekben lesznek a gyerekek, ők pedig tudnak menni dolgozni, mert hogy a térségben nagy szükség van a munkás kezekre. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, az életkörülmények javulásával a kis településekről sem vágynak el az itt élők. Román István, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főispán felhívta arra a figyelmet, hogy szükség van az összefogásra a gyerekek a jövő érdekében. Felújított szolgálati lakásokat adtak át Tiszaeszláron. A beruházás a Magyar Falu Program 25 millió forintos támogatásának segítségével valósult meg. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője az eseményen azt mondta, folyamatosan javul Tiszaeszlár infrastruktúrája, és vele együtt a térség is fejlődik. Pár évvel ezelőtt még így nézett ki ez a tiszaeszlári kertes ház, amelyben korábban egy állatorvos lakott. Az önkormányzata a Magyar Falu Program segítségével, valamint saját forrásból szolgálati lakásokat alakított ki benne. A projekt befejezése után az önkormányzat ünnepélyes átadó eseményt szervezett. Magyar Falu Program keretében erre az épületre 24,6 millió forintot nyertünk, és még önerőből tettünk hozzá ahhoz, hogy ilyen állapotba kerüljön. Tehát én is említettem a beszédemben, hogy mindent elkövetünk, minden pályázathoz hozzáteszünk az önerőnket, tehát a piachoz is van önerő, tehát ezekre odafigyelünk, csak kapjuk meg a pályázati lehetőséget.
Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta, a Vajda László vezette önkormányzat az elmúlt években számos infrastrukturális fejlesztésben dolgozott együtt a vármegyével, amely a település népesség megtartó képességét erősítette. Kistelepések nagyon fontos a szolgálati lakások megléte, hiszen ezzel tudják azokat a szakmákat, a településeknek fontos szakembereket itt tartani, akik fontosak, hogy a település élhető és szolgáltatásokban gazdag legyen. Ezért a szolgálati lakás program az nagyon fontos része, és a magyar falu erre lehetőséget ad. Ebben nincsen uniós pénz, de a magyar költségvetés lehetővé teszi, hogy magyar falu programból is ilyen fontos fejlesztések valósuljanak meg. Az Arany János út 21 szám alatt található ingatlanban 3 szolgálati lakást alakítottak ki. Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője úgy látja, nem csak Tiszaeszlár, de a községgel együtt a térség is folyamatosan fejlődik. Kiválóan teljesít az önkormányzat, hiszen 2019-ben lett Vajda László polgármester, és egy új képviselőtestülettel kezdte meg a munkát. Határozott célkitűzéseket tett ez a testület, hogy javítani kell a település infrastruktúráját, utakat, járdákat, és most itt egy szolgálati lakás átadásán vagyunk, de emellett a közintézményeket is, úgy, mint az óvoda, iskola, hogy elérhető legyen az itt élő polgárok számára, és hogyha a fiatalok ide akarnak költözni, mert a kormány családtámogatási rendszerét kihasználják, a Csók Plusz vagy a babaváró hitelt, akkor itt lehetőségük legyenek. De én mindig azt szoktam mondani, hogy emellett az infrastruktúra mellett, meg a közintézmények mellett a legfontosabb, hogy munkájuk legyen az embereknek. A település aktív korú lakosságának mintegy 94%-a jelenleg is dolgozik, akik pedig nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacon munkát találni, azoknak segít a közfoglalkoztatási program, amelyre egyre kevesebbeknek van szüksége, tette hozzá a képviselő. Azokra a felvidékről kitelepített magyarokra emlékeztek Nyíregyházán, akik az 1947-es csehszlovák-magyar lakosság csere keretében kerültek a város környéki bokortanyákra. Mintegy 110 ezer magyar nemzetiségű személyt kényszerítettek otthona elhagyására, közülük mintegy 3 ezeren folytatták életüket Szabolcsban. Gróf Eszterházi János nevét sokan ismerhetik, de azoknak az ezreknek a nevét csak a hozzátartozók, akiket 1947 tavasza és 1948 nyara között a felvidékről kényszerrel telepítettek Magyarországra. Az otthonaikba hazánkból érkező szlovákok költöztek be. Nagyon előnytelen csere volt, ugye lakosság cserének nevezték ezt a történelemben, és így tanítjuk most már. Viszont a csere kedvezménye az csak azok számára létezett, akik innen elmentek. Emiatt természetesen őket sem lehet hibáztatni, mert jobb életreményében vállalták azt, hogy Szlovákiában majd szlovákként fognak élni. Azért az is kiderült elég sok esetben, hogy a mai napig nem annyira jól tudnak szlovákul. Én többekkel beszéltem ottként felvidéken ilyen kitelepültekkel, akik azóta is talán inkább magyarnak vallják magukat. Na, de ez csak egy mellékszönge, mert akik ide érkeztek, azok viszont valóban 10-20 évre nagyon-nagyon nehéz élethelyzetet kaptak. Nádfedeles, földes, vertfalú házak, tanyai házak, amelyek a központtól és mindentől nagyon messze voltak. Nagyon nehéz volt talpra állni ebből a helyzetből, de én azt gondolom, hogy elődeink ezt megtették, és büszkék lehetünk rájuk. Kordován Andrásné 6 évesen kényszerült elhagyni szülőföldjét. Ketten voltunk testvérek, apukám hadifogoly volt még, és Kovácsba korba vittek ki bennünket. Nagy dudva, meg a mi házunk is csorgott, mint a fiatal ember mondta, mindenütt. Fazék, teknő, minden fogta a nyíregyházi vizet. Anyukám nagyon ment volna, de már itt maradt a temetőbe, de apukám nem vágyott, azt mondta, hogy ő nem vágyik, mert nehogy visszavigyék a hadifogságba. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint azért is fontos emlékezni a történtekre, hogy hasonló többé ne fordulhasson elő. A felvidékről kitelepített magyarság egy nagyon komoly sorstragédiája a magyar nemzetnek, és ezért fontos az, hogy minden évben emlékezzünk és emlékeztessünk. A mai napon is azért vagyunk itt, és azért hajtottunk fejet a felvidékről kitelepítettek
kitelepítettek emléktáblája előtt. Ez most a Felvidékért Egyesület szervezésében valósult meg, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ez az emlékeztetés, ez valóban az utánunk következő generáció számára ez mindig elérhető legyen, és mindig ott legyen a köztudatban. Ennek az a célja, hogy még egyszer ne történhessen meg ez a sorstragédia. És valóban vannak nevek, akár Eszterházy, akár Aponyi Albert, akik nagyon sokat tettek a magyarságért, nagyon sokat tettek azért, hogy itt akár a Felvidékről kitelepítetteknek a sorsa jobb legyen, vagy hogy még egyszer ez a sorstragédia ne forduljon elő. Előttük is természetesen fejet hajtunk, és bízunk abban, még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a tragédia még egyszer nem következik be. Az ünnepség részvevői a Városháza falán lévő emléktáblák megkoszorúzása mellett az északi temetőben is lerúgták kegyeletüket. Május utolsó hétvégéjén rendezik meg Nyíregyházán a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedő sorozat területi döntőjét. A kétnapos eseményt idén is a Nyír Pláza parkolójában bonyolítják le. A rendezvénnyel egy időben tartják a Nagy Zoltán öreg fiúk-lányok emlékversenyt is, amely szintén közlekedésbiztonsági és ügyességi feladatokból áll. A résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, a versenyek mellett pedig gyermekprogramokkal is várják a családokat. Elsősegélynyújtás, ügyességi pálya, kreszteszt, többek között ilyen feladatokkal találkozhatnak azok a vállalkozókedvű családok, akik neveznek az idei Közlekedik a család elnevezésű vetélkedő területi döntőjére. Az eseményt évek óta Nyíregyházán a Nyír Pláza parkolójában szervezik meg. A kétnapos megmérettetést május 25-én és 26-án rendezi meg a Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság. Az első versenyre, Közlekedik a családra, minden olyan családot szeretettel várunk, ahol 6 és 17 év közötti gyerek van, illetőleg a szülők közül valaki rendelkezik B-kategóriás vezetői engedéllyel. Meg kell adniuk egy kereszttesztet mind a gyereknek, mind a felnőtteknek, autós ügyességi pályát, kerékpáros ügyességi pályát kell kipróbálni, van vörös keresztes elsősegélynyújtási állomás, ahol számot kell adni bizonyos ismeretekről, illetőleg van egy bűnmegelőzési totó rész is. Ezeknek az eredményeiből kerül majd ki az a megye, vármegyei győztes, aki képvisel minket az országos megmérettetésen, ez Pécsen lesz majd, és a fődíj egy személygépkocsi, tehát érdemes küzdeni, érdemes készülni erre a rendezvényre. A népszerű családi vetélkedővel egy időben idén egyéni tudáspróbára is nevezhetnek az érdeklődők. A Nagy Zoltán öreg fiúk-lányok emlékversenyre azok jelentkezését várják, akik korábban már vettek részt közlekedésbiztonsági vetélkedőn. Felső korhatárt pedig nem hirdettek a szervezők. Itt is a kreszt naprakész ismereteire kíváncsiak a pontozóbírók, de ügyességi feladatokat is kell teljesíteni az indulóknak. A kétnapos rendezvénysorozat további programokkal is bővül. 26-án hirdetjük ki a végeredményét a Így közlekedtek ti közlekedésbiztonság gyerekszemmel rajzpályázat nyerteseit. Minden éven itt kerül sor erre az eredményhirdetésre, úgyhogy elég szép számú közönséget várunk, mivel nem csak ezek a közlekedési vetélkedők lesznek, hanem a gyereknap alkalmából kommandós kutyás bemutató, különféle szórakoztató programok lesznek, tetkózás, arcfestés, csillámtetkózás, motorszimulátor, részegszemüveg szimulátor, ütközés szimulátor, tehát nagyon sok program lesz, várjuk a gyerekeket, felnőtteket. Ez a program ingyenes, annyit szeretnénk, hogy egy picit foglalkozzanak a közlekedéssel is, hogy biztonságban legyenek. A Nagy Zoltán öreg fiúk, lányok emlékversenyen közlekedésbiztonsági eszközöket nyerhetnek a legügyesebbek, míg a Közlekedik a család vetélkedőn többek között értékes utalványokkal is gazdagodhatnak a dobogósok. Az aranyérmes család idén is az országos döntőbe jut, amelyet augusztus 24-én és 25-én Pécsen szerveznek, a fődíj pedig a korábbi évekhez hasonlóan egy személygépkocsi. Tánc, vers és mesemondás, valamint hangszeres kategóriákban mérték össze tudásukat a Kréta körművészeti versenyen indulók. A rendezvényen több mint 1200-an vettek részt. Az esemény 16. alkalommal szervezte meg a Free Dance alapfokú művészeti iskola partner intézményeivel közösen, a helyszín pedig 3. alkalommal volt Levelek általános iskolája és művelődési háza. Ez még csak a próba. A fiatalok a Leveleki Általános Iskola udvarán gyakorolnak, hamarosan azonban a színpadon mérhetik össze tudásukat az idei Kréta körművészeti versenyen.
A megmérettetést 16. alkalommal szervezte meg partnerintézményeivel közösen a Freedance Alapfokú Művészeti Iskola. A résztvevők számos művészeti ágban versenyezhettek, az indulók létszáma pedig meghaladta az 1200-at. Néptánccal is foglalkozunk, ezen kívül modern tánc és társas tánc és egyéb táncos kategóriák is megjelennek. Van zongoratanszakunk, így a zongoristák a művelődési házban mérik összetudásukat. Megközelítőleg ott is 150 gyermek van, aki most még a pillanatokban is zongorázik, és citerások azok új elemként jelennek meg nálunk, nagyon szeretnénk a népi hangszereket népszerűsíteni, és ezért a citeratanszakot is beindítottuk, és vers és mesemondók is voltak. Ovistól a szépkorúig számos korosztályban indultak a nevezők. Helga az egyik legfiatalabb a résztvevők között. A tehetséges kislány 2 éve kezdett táncolni, 1 éve pedig már versenyekre is jár a Szabolcs Diese színeiben. A tánc az közel áll hozzánk egyébként is, mert édesapa több mint 10 évet táncolta a Szatmár Néptánc együttesbe. Azt hittük, hogy Helga is néptáncos lesz, de a csípője külön életet él, úgyhogy igazából nem való néptáncosnak. Nagyon szeretik ott a tánciskolában, ahova jár. Igazából mindenki szereti egymást, egy nagy kis család az egész támogató közösség. Kárpátaljáról több csapat is érkezett a megmérettetésre. Kárpátaljáról érkeztünk, a felső tiszavidéki Visk településről, Szivárvány táncegyüttes nagy csoportjaként. Jelenleg 18 fővel vagyunk itt. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy itt lehetünk. Ez az első ilyen határon túli megmérettetésünk, mint néptánccsoport. A gyerekek is nagyon izgatottak, jó, magam is nagyon izgatott vagyok. A korai kelés ellenére még mindig rengeteg sok energiával rendelkezünk, és nagyon várjuk már, hogy színpadra kerülhessünk, és megmutassuk egy zsűrinek, hogy mivel is készültünk. Most egy rábaközi produkciót hoztunk ide, verbunkkal, dussal és frissel együtt. A leveleki önkormányzat nem először ad otthont a nagyszabású rendezvénynek. Az általános iskola épülete mellett ilyenkor a művelődési ház is zsúfolásig tele, és az étkeztetésben is segítik a szervezőket. Már most 3. éve próbáljuk a legjobban logisztikázni ezt az eseményt, és már egyre több a tapasztalat, ugye itt a parkolás terén, az intézményeink biztosítása az étkezés terén, és hát mondhatom büszkén, hogy egyre gördülékenyebben megy. Igyekszünk helytállni, és hát bizony nagy örömmel hallottuk, hogy a versenyre érkezők szeretnek idejönni, és a szervezők is elégedettek, mind az intézményeinkkel, mint pedig a vendéglátással. A Krétakör művészeti verseny az elmúlt 16 év alatt a vármegye egyik legjelentősebb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Az a több mint 1000 résztvevő, és itt gyerekekről, kisgyerekekről, nagyobb gyerekekről, felnőttekről beszélünk, mind-mind nagyon felkészültek, és mind-mind nagyon várják évről évre ezt a versenyt, amely már 16. alkalommal került megszervezésre, köszönet a szervezőknek, és már 3. alkalommal van itt Levelek Nagyközségben, amely úgy gondolom egy nagyon méltó környezetet biztosít ennek az összművészeti versenynek, és annak a versengésnek, amelynek a végén úgy gondolom, hogy mindenki majd akár nyer díjat, akár nem nyer díjat, úgy gondolom, hogy úgy megy majd haza, hogy értékekkel gazdagodott, és meg tudta mutatni azt a sok csodát, amelyet az évek alatt magába gyűjtött. A megmérettetés a több mint 1000 fős részvétel miatt idén is reggeltől estig tartott. A művészeti ágakban és korcsoportokban több eredményhirdetést is tartottak, ahol az érmek mellett minősítéseket és külön díjakat is átvehettek a versenyzők. Nyíregyházán is bemutatták a Real Madrid utánpótlás edzőjéről Tóth Zele Józsefről szóló portréfilmet. A Jószemű José című alkotás a spanyol klubnál 30 éven keresztül dolgozó szakember életét mutatja be. Tóth Zele József többek között olyan játékosokkal foglalkozott, mint Emilio Burtagényó, Michel vagy Álvaro Morata. Szurkolók, sportbarátok, fiatal futballisták gyülekeztek a nyíregyházi Váci Mihály Művelődési és Kulturális Központban, hogy megnézzenek egy ma már 89. életévében járó futballedzőről szóló filmet. Tóth Zele József Füzesabonyból indulva az 56-os forradalom után Franciaországban futballozott, majd az Atletico Madridban fejezte be játékos pályafutását. Edzőként pedig a Real Madridnál kezdett dolgozni, ahol 30 éven keresztül foglalkozott fiatalokkal.
A portréfilm ötlete a volt barcelonai főkonzultól, a fehérgyarmati születési Kovács Barnabástól származik, aki a Barca három magyarjáról, Kubala Lászlóról, Kocsis Sándorról és Cibor Zoltánról készített egy filmet. Ennek a filmnek a kapcsán még jobban belemélyedtem a barcelonai játékosok örökségének ápolásába, és Kubala László 90. születésnapjára egy emlékünnepség sorozatot szerveztem, ahová eljutottam Madridba is. Vicente del Bosque volt szövetségkapitány, Hierro későbbi szövetségkapitány, Real Madrid játékosok is eljöttek, tiszteleteket tették. Itt ismerkedtem meg Tóth Zele Józseffel, Józsi bácsival, hát hívhatom így, mert már olyan viszonyban vagyunk, aki mesélt rendszeresen az ő életéről, aztán úgy döntöttem, hogy ezt mindenképpen célszerű lenne megörökíteni, és Bencsik Róbert filmrendezőnek és a TV2 csoportnak köszönhetően velük összehozott a sors, és egy 47 perces dokumentumfilmet készítettünk. Tóth Zele József keze alatt számtalan olyan fiatal megfordult három évtized alatt, aki később mind a Reálban, mind a spanyol válogatottban jelentős karriert futott be. Nagyon különös volt, mert nekem megvolt a kész csapatom, és akkor egyik napról hozzák a Butragueño, Michel, Martin Vázquez, Pardesa, annak azért, hát a mindenét, mit csinálnak a szegény kis gyerekeim, mint én választottam, ugye? De hát, Istenem, két nap múlva megállapítottam, hogy ezek az emberek, ez valóban egy tehetségek, arra születtek, és akkor 3-4 hónap múlva már elvitték tőlem, akkor a legmagasabb ifi csapatba, onnén a második csapatba, még 3 hónap a Real Madrid profi csapatába, és utána még a spanyol válogatottba is játszottak. Ezek voltak akkor, de azóta is vannak nekem ugye, hát olyan játékosok, akik mind hát világsztárrá váltak, hát többek között ugye Morata, a spanyol válogatott képviselőtára, ugye a Croton Hakimi, ugye, aki nem spanyol, azt is hát megtaláltam, és akkor hoztam, ugye. Azt akarom mondani, hogy azóta, hát igen, sok játékos, aki hát nagyon magas színvonalon befutott, aztán a többiekről, aki csak NB1-es játékos, de nem világsztárok, hát valóban majdnem számolhatatlan. Mint Kovács Barnabás elmondta, már előkészület alatt áll egy fikciós játékfilm, amely Tóth Zele József 56-os forradalmi szerepvállalásán keresztül mutatja be az adott korszakot. Híradónk végén nézzük főhíreinket ismét néhány mondatban. Bölcsőde épül Bökönyben, a 28 férőhelyes két csoportszobás intézmény 402 millió forint visszanemtérítendő pályázati forrásból készülhet el november végére. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az alapkőletétel alkalmából szervezett ünnepségen kiemelte, az intézmény könnyebbséget jelent majd a családoknak, és 5 új munkahelyet is teremt a településen. 3 felújított szolgálati lakást adtak át Tiszaeszláron. A beruházáshoz közel 25 millió forintos támogatást biztosított a Magyar Falu Program. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke az átadó eseményen úgy fogalmazott, Tiszaeszlár népesség megtartó képességét szolgálja a fejlesztés. Emilio Burtagino, Michel vagy Álvaro Morata, néhány játékos azok közül, akik Tóth Zele József tanítványának vallhatják magukat. A 30 éven keresztül a Real Madrid utánpótlás edzőjeként dolgozó szakember életéről portréfilm készült. A Jószemű Hozé című alkotást Nyíregyházán is bemutatták. Május 20-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, kedden este ismét jelentkezünk majd a Várbegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden nagyobb részt felhős idő várható rövid napos időszakokkal, több helyen valószínű zápor, zivatar. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutára 22-24 fokig melegszik fel a levegő.